Começou em Budapeste o recenseamento dos sem-abrigo. Estima-se que entre 1000 e 1500 pessoas passem as noites na rua e cerca de 5000 em albergues na capital húngara. Muitos só ficam nos albergues por uma noite. Num parque em Peste encontramos pessoas que vivem na rua há anos, mas que antes tinham uma vida estável. na Covid, Nem találtam megoldást. Elvesztettem először a, a lakásomat, utána a barátnőmet. Valami bevétel? Semmi. Momentán semmi. Majd újra elmegyek dolgozni, és akkor lesz. Csak ahhoz rendben kéne magam szedni. Este alberg da fundação Abrigo está em funcionamento desde a mudança de regime 1990. Jó helyen vagyok itt. Meg Meg van minden. Nyugodt hely. O presidente da Fundação diz que agora estão a tentar descobrir quantas pessoas dormem sem abrigo nos bairros centrais de Budapeste e no próximo ano vão fazer o mesmo em relação aos bairros exteriores. Az Európai Unió indított most egy ilyen közös nagy nemzetközi felmérést, annak érdekében, hogy egy közös standard, közös módszertan alapján tíz országban mérjék fel a hajléktalanság nagyságrendjét és összetételét, hogy aztán célzott támogatásokat tudjanak nyújtani a hajléktalanság csökkentése érdekében. Para além das questões demográficas e de saúde, os investigadores também querem examinar a forma como os sem-abrigo veem o potencial de mudança.